Az akciónak különös aktualitást adott, hogy Magyarországon az öfhasználat mértéke sajnálatos módon még mindig alacsony, melyet a jövőben a jelenlegi szintről legalább az európai átlagra, azaz 90% körülire szükséges emelni. A halálos sérülések megelőzésében a passzív biztonsági eszközök szerepe kiemelten jelentős, a biztonsági öv és gyermekbiztonsági rendszer használatának további terjesztése, illetve használatának kikényszerítése nélkülözhetetlen a balesetben elhunytak számának és a sérülések súlyossági fokának további csökkentése érdekében. A járművezetők általános ellenőrzésén túl a rendőrök kérték az okmányokat, mérték a sebességet, kiszűrték az ittas vagy bódult állapotban vezetőket. Az ellenőrzés Borsodabói Zemplén megyében elsősorban a lakott területen belüli útvonalakra, a ki- és bevezető, valamint gyorsforgalmi útszakaszokra, továbbá a baleseti gózpontokra terjed ki.